Hello friends! Ma a prologról fogok beszélni nektek. Ugye azt mondtam, előrevetítettem, hogy a Horn formuláknál, amikor azokról volt szó, majd a prolognál vissza fogunk térni rájuk. De mivel a prolog elsőrendű logikai formulákat használ, ez is ráadásul elsőrendű rezolúciót használ rajtuk, ezért ezt csak az elsőrendű rezolúciós algoritmus után tudtam megtenni, itt jött el az ideje, hogy a prolog az egy úgynevezett logikai programozási nyelv, a neve is onnan jött, hogy programming in logic, csak persze nem angolul, hanem franciául, és egy logikai program azért egészen máshogy néz ki, mint egy imperatív program, amit nem céljával ilyesmit megszokhattatok. A logikai programban alapvetően maga a program azok Horn klózok, tehát ilyen univerzálisan kvantált Horn klózok, ha nem emlékszünk, akkor a Horn clause az ugye annyit jelentett, hogy olyan clause, amiben maximum egy literál pozitív. Konkrétan egy logikai program az program clause-okat használ, amiket szintén elmondtam már legutóbb, amikor Horn algoritmust csináltuk, hogy azokban meg pontosan egy pozitív literál van. Tehát például, ha fölírok egy ilyet, hogy px és nem is tudom qx, nyíl, nem tudom, legyen mondjuk RxY, miért is ne, formailag rendben van. Ez ugye valami olyasmi formátumú implikáció, aminek a jobb oldalán is egy atomi formula van, tehát egy pozitív literál, meg a bal oldalán is kettő pozitív literálnak az éselése, és ami ilyen alakú, akár 1, akár 0, akár 6 éseléssel a bal oldalon, de fontos, hogy negáció nem lehet sehol. Az azért Horn clause, mert ha átírod de Morgan azonossággal, akkor azt kapod belőle, hogy nem px, meg egy olyat, hogy nem qx, meg ezt, hogy rxy, hiszen ugye negálni kell a bal oldalt, és aztán bevinni, az meg megfordítja az éselést vagyolásra, és negál mindenkit. Hát így néznek ki a program clause-ok. És ha ilyeneket felsorolsz a prolognak megfelelő szintaxisban, akkor az egy programnak számít, és ezek után a prolog motorhoz kérdéseket lehet intézni, kérdésklózokat föltenni ilyen alakban, ahol az R-ek azok szintén atomi formulák, tehát például meg lehet tőle kérdezni, hogy nem is tudom, R, 0, X, vagy valami hasonlót, ahol ugye egy kérdést úgy fog interpretálni, hogy igaz-e, hogy létezik XR0X, tehát itt még a programban univerzálisan vannak kvantálva a változók, és ez ugye azt mondaná, hogy minden X-re, ha PX és QX, akkor RXY, sőt minden X-re és minden Y-ra. Ez a clause is egy univerzálisan kvantált clause, ilyenekkel dolgoztunk eddig ugye egészen idáig, és a kérdés az, hogy igaz-e, hogy ezeknek a program clause-oknak, amik univerzálisan vannak kvantálva, következményük ez az egzisztenciális formula. Na de mi ez az egzisztenciális formula? Hát, hogyha ugye ezen elkezdenénk dolgozni, akkor ebből pedig egy negátját kéne átvinni a bal oldalra, és akkor a negátja, hogy nem létezik valami, mondjuk azt mondod, hogy R1 és nem tudom, atomi formulák szintén, és Rn, akkor ebből meg ugye mivel negálni kell, és így betenni a program clause-ok közé, a negálás átmegy, és lesz belőle egy univerzálisan kötött, hogy minden egyes x-re, y-ra, z-re, ugye itt az, hogy csak egy egzisztenciális formula van, kvantor van, ez azt jelenti, hogy ez az egzisztenciális lezárt, ez azt jelenti, hogy minden változót, ami az f-ben előfordul, lekötünk egy egzisztenciális kvantorral, és teljesen hasonló módon az univerzális kvantort, ha csak így kirakjuk egy formula elé, az azt jelenti, hogy aki szabadon előfordul, azt mindet lekötjük univerzálisan. Tehát, ha egy ilyen kérdés kap prolog, létezik, akkor áttesszük a bal oldalra, hogyha ezt mi nekünk kéne megoldanunk, és a negálásnak az eredménye az, hogy igaz-e, hogy nem R1, vagy nem R2, vagy stb. Tehát egy ilyenre fogja átírni nekünk a mondjuk az elsőrendű rezolúciós algoritmus, és ez megint egy Horn clause csupa negatív literállal. Az ilyet hívják úgy, hogy kérdés clause. Tehát ők a program clause-ok, ők meg a kérdés clause-ok, nagyjából világos, hogy miért. És a prolog motor arra való, hogy ilyeneket neked kiértékelje.
példán keresztül fogom csak megmutatni, mert a prologot tanuljátok is, programtervező informatikuson legalábbis. Írunk prologban egy olyan kódot, ami összeadja egy listának az elemeit. Nem lesz túl bonyolult, így első hallásra, ez tényleg csak azért van, hogy lássad, mit lehet prologban csinálni. Milyen ABC-nk van? Van például ez a pipe, nem tréfából neveztem el így, hanem prologban konkrétan az a szintaxisa ennek a jelnek, és van egy jelentése is, van egy interpretáció ennek a függvénynek. Ez egy bináris függvényjel. Aztán van egy ilyen konstansunk, ez a nulla, okay. Meg van ez a konstansunk, ez szintén egy darab konstans szimbólum, két karakter, két egymásnak összerakott szögletes zárójel, meg van itt egy unáris függvényjelünk. Puff. Na most, ennek a példának a kedvéért, bár a prolog az tud számokkal számolni, és ki is tud értékelni számokat, tehát van benne built-in aritmetika, mint minden normális programozási nyelvben, de most ugye a peánó reprezentációt fogjuk használni, ami ugye azt jelenti, hogy a nulla az egy természetes szám, S0 a következő, SS0 az azt követő, SSS0 és így tovább, tehát például az SS0 fogja jelölni nekünk a kettőt, mint számot, SSSS0, 4 darab S van benne, az pedig a 4-et, simán a 0 pedig a 0-et. Tehát most arra fogunk játszani, hogy ilyen formátumban fogjuk tudni odaadni a számokat, és ilyenben is kapjuk meg az eredményt. Nyilván a prolog ennél többet tud, mert van benne ilyen built-in feature, de úgyhogy értsük, hogy hogyan működik a prolog, ez így teljesen jó lesz. A másik, amire egyébként ezt a jelet, ezt a pipe-ot prologban használni szoktuk, ez az, hogy ez a lista építő operátor, konstruktor, ezt konkrétan úgy kell használni, hogyha egy listát akarsz építeni, ez a láncolt lista, az ugye azt jelenti, hogy van neki egy első eleme, és aztán van a lista többi része. A többi része az megint egy lista, aminek van egy első eleme, meg van egy többi része, a farka, úgy is hívják, a feje a listának az első elem, a farka meg a többi elemnek a listája, és a lista lehet üres is. Na most, amit itt látunk, az, hogyha lerajzolom termként, akkor ugye itt van ez az operátor, ennek a bal oldalán van az egyes, a jobb oldalán ugye itt megint ez az operátor van, itt akkor egy 4-es van, persze nyilván ezek S0, ez meg S0 és így tovább, de azt most hadd ne rajzoljam be egy fába. 1, 4, 2, és akkor az azt mondja, hogy így itt a 8-as, és itt ennek a jobb oldalán láthatjuk ezt a konstans jelet, ami két karakteres. Tehát, ami kifejezést ide írtam, azt ha fában rajzolom le termként, az ugye így néz neki. Ez csak egy függvényjel, hát most nem F-nek jelöljük, ahogy eddig példákban, vagy nem összeadásnak, hanem egy pipe-on jelöljük. És ez a prolog számára, így viszem be, a prolog számára, ez azt jelenti, hogy ez itt egy lista, 1, 4, 2, 8 számok vannak benne, az 1 az első eleme, a 4 a második eleme, a 2 a harmadik eleme, és a 8 a negyedik eleme. A végén meg ugye az üres lista van, tehát ez azt mondja, hogy ez itt például azért egyelemű lista, mert van neki egy feje, az a 8-as, meg a farka, ami meg egy üres lista, ennek már nincsen feje. Tehát így építünk prologban listákat. Így is jelölhetjük a példa kedvéért. A teljes jelölés az mondjuk erre így néz neki, hogy fogom az egyest, szögletes zárójelbe teszem az egészet, tehát valahol a szögletes zárójel az a lista képzési operátor, és a jobb oldalára meg ezt írom föl, a másik listát akár így rekurzívan, annak a feje a 4-es, utána van egy csík, hogy ez a feje után következik a lista maradék része, ami egy 2-es csík, utána következik még egy lista, a 8-as, és akár így is befejezhetem, hogy csík és az üres lista a vége, csak aztán le kell szárnom a megfelelő számú szögletes egyforma nagy zárójelekkel, valószínűleg még kettőt kell tennem, de jó. Szóval ezt így is le lehet vinni a prolognak, így is be lehet venni a prolognak, így is érti. De ez azért van, mert hogyha az interpreter ilyen formátumban kap egy stringet, hogy veszük el elvállalt szögletes zárójelbe, akkor abból fölépíti ezt a termet, mintha ezt gépelted volna be. Easy. Szóval így építünk listákat, és nyilván itt nem az egyes van, mert nekünk ez most az S0 lesz, amit akár így is írhatnánk, a fában reprezentáljuk, hogy S0. Oké. Okay. Na lássuk. Ez itt néhány implikáció. Nézzük meg, hogy ez mit is jelent számunkra. Nem teljesen ugye ugyanazt az adatszerkezetet használjuk mi, mint a prolog, de mindjárt erre visszatérünk.
Azt mondja, ez itt egy predikátum. A célunk a következő. Biztos emlékszünk, amikor a Herbrand struktúráknál a Peano axiomákból kilőttük az egyenlőséget. Annál a résznél én meséltem arról, hogy amikor függvényt akarunk csinálni, de nem tudunk függvényt definiálni, olyankor ezt szoktuk úgy is megoldani, hogy az változószám plusz egy argumentumú predikátumot vezetünk be, és úgy fogjuk kezelni, mintha a legeslegutolsó argumentum az, mintha egy függvénynek a kimeneti értéke lenne. Itt is ez történik, hogy én alapvetően egy olyan függvényt akarok írni prologban, ami kis összeadja nekem egy listának az elemeit, a listában természetes számok vannak. Tehát például visszalapozok, erre itt valami olyasmit kellene adnia vissza, hogy 15. Nyilván a megfelelő darab S a nullán alkalmazva úgy 15, mert 2, meg 8, meg 4, meg 1, az 15. Ez a célom. De ezt a prologban nem függvényként tudom megadni, hanem úgy predikátumként, ahogy annál a Peano-axiomás résznél is csináltuk, amikor az összeadás függvényt egy kétváltozós összeadás helyett csináltunk egy háromváltozós összeadás predikátumot. Itt is ez van, hogy az összegzés, mint függvény, az egyváltozós lenne, bejön a lista, kijön a szám, ebből egy egyel több változós, tehát kétváltozós predikátumot fogunk csinálni. És az a célunk, hogy ez a predikátum akkor legyen igaz, az első argumentumán egy lista van, a másodikon meg egy szám, és a listában levő számoknak az összege az éppen ez a szám. Tehát ez lenne a cél, hogy az a predikátum, ami azt mondja, hogy egy L listát kap meg egy, mondjuk egy S egészt, ez pontosan akkor legyen igaz, hogyha a listabeli elemeknek az összege, ezt hadd írjam így, a listabeli elemeknek az összege az pontosan S. Egyébként meg legyen hamis. Ez lenne a célunk, egy ilyen predikátumot akarunk összedobni, de ugye logikai formulákat akarunk megadni. Ez az, amit már beszéltünk, hogy hát lehetne az, hogy struktúra meg kiértékelés, de nem ezt tesszük, hanem axiomatizáljuk ennek a tulajdonságait, tehát az összeadás függvényre írunk föl egy csomó formulát, és hát úgy szeretnénk ezt megtenni, hogy a formulákból következzen az, hogyha ide behelyettesítek egy listát, és azt mondom, hogy keress egy olyan értéket, ami itt jó lesz outputnak, akkor a motor egy darab értéket tudjon nekem visszaadni. Ez lenne a cél. Tehát, hogy egyértelműen definiáljuk is, hogy mi is az, hogy összeadás. Ugye itt elgondolkodhat az ember, hogy ezt hogyan lehet megtenni, de például föl lehet írni egy ilyen állítást, hogy az üres lista elemeinek az összege nulla. Az üres összeg az nulla. Ez csak ennyit jelent. Az összege, ha üres lista jön be, annak nulla kell legyen az eredménye. Prologban szokták ezt úgy csinálni, hogy megkülönböztetik, hogy ez itt a bejövő változók, ezek meg az kimeneti változók. Ilyenkor úgy illik kiértékeltetni a predikátumokat, hogy ennek adsz értéket, ennek meg nem, idei változót helyettesítesz, és megkérdezed, hogy mennyi ennek a változónak az értéke, és magically ide kerül a változóba az az érték. De egyébként maga a motor nem különbözteti meg, hogy melyik a bemeneti, meg melyik a kimeneti predikátum, csak ugye, amikor egy prolog könyvtárat használsz, akkor azért oda szokták írni, hogy használod. Jó. Mit mond ez az implikáció? Nézzük a harmadikat. Mit mond ez az implikáció? Ez az implikáció azt mondja, hogy mi elsőrendű logikában nem teszünk köré szögletes zárójeleket, mert ez egy függvénnyel világos, hogy ez van a bal oldalán, ez meg a jobb oldalán. Tehát ez itt azt mondja, amit szeretnénk csinálni, ha a listának az összege z, akkor ha a lista elé még beszúrom a nullát, mint számot, és ez egy új fejelem lesz, tehát ha eddig az 1, 4, 2, 8 lista összege mondjuk 15 volt, akkor a 0, 1, 4, 2, 8 lista összege is 15 lesz. Ez ezt mondja. Ha egy listának már tudod az összegét, hogy z, és elé szúrsz egy nullát, kibővítel egy-egyel hosszabb listára, akkor annak is z lesz az összege. Persze, világos, ez is egy igaz tulajdonság. Tehát ugye most csináljuk azt, amit a Peano axiománál mondtam, hogy keresünk formulákat a kedvenc struktúránkban, amin éppen számolni akarunk. Ez is igaz abban a struktúrában, ami most arra akarunk használni, hogy listákat összegezzen meg, ez is igaz. De persze, ha pozitív a szám, ami a lista elején van, akkor ezzel még nem fogjuk tudni összeadni, arra van ez a implikáció. Ez azt mondja, hogy ha van egy nem üres listánk, ugye a nem üres lista onnan látom, hogy nem üres, mert van egy első eleme, meg van egy farka, ez akár üres is lehet, de ha így néz ki, akkor ez itt egy első elemennek egy számnak kell lennie, különben el fog pusztulni a függvény, hogy nem jó argumentumban hívtad, mert nem fogja tudni illeszteni azt a szabályt.
Minden esetre itt az, hogy ha van egy nem üres lista, aminek az első eleme x, és a lista maradék része az y, az egy komplet lista, a farkal listának, és ezeknek az összege, ennek az egész listának az összege z, itt mi van? Akkor, ha megnövelem az első elemet egyel, az összeg is egyel több lesz. Hát ez fantasztikus. Ez is így van, hogyha az első elemet megnövelem egyel, akkor az összeg egyel nagyobb lesz. Na és a móka az, hogy hát itt ez a három darab, mit nevezzem ezt utasításnak, ez a három utasítás egyértelműen kiszámíthatóvá teszi nekem egy lista elemének az összegét, mert lényegében az történik, hogyha odaadok neki egy listát, akkor szépen ebből össze tudja szedni a prolog, vagy akár a prolog, vagy akár egy másik következtető rendszer. Ezekből már következik például az, hogy az 1, 4, 2, 8 listának az összege, ha itt egy változót teszek be, az csak úgy lesz igaz, hogyha 15-öt írok oda, de úgy meg igaz lesz. Illetve ebből még nem következik, hogy csak úgy lesz igaz, de a 15-re biztosan igaz lesz, és a prolog ezt ki fogja tudni neked számítani. Na most mi ezt az implikációt így írnánk föl? Ez itt egy close, mert ugye össze van a késerve, itt van. Ez is egy close, ugye az implikációt átírjuk, itt van. Ez negálva van, mert ez bal oldalon volt, a jobb oldal meg nem változik, a feje az pozitív, az úgy marad. Ez mi? Mert a sum y z nyíl sum 0 y z. Ez volt a formulánk, negálvás, vagyolás, ez is egy close. Tehát felénk, amit eddig a logikatárgyból tanultunk, így írnánk le a close halmazként ezt az összefüggést, ami nekem definiálja azt, hogy mi is az, hogy egy listának az elemének az összege. Prologban is van egy szintaxis, ahogy meg lehet adni formulákat, az meg így néz ki. Tehát, amikor nincs nyíl, ugye ez ugyanaz, mint hogyha nulla darab lenne a íselés a bal oldalon, tehát semmiből következik az, hogy ezeknek az összege nulla. Az ilyet prologban atomi állításnak is hívják, ugye ez az egy darab pozitív egységklossz című történet, ha ilyet szatsz, meg csak leírod, teszel utána pontot. A másik elsőre lehet, hogy furcsa szintaxis, ugye a listáknak ez a jele, tehát az nem csak egy simán egy bináris predikátum, de egy szögletes zárójelet közé kell tenni, hogy megegye a szintaktikus elemzője a prolognak, oké. Okay. És ez itt meg van cserélve ehhez képest, mert ez itt, ez a jel, ez tulajdonképpen olyan, mintha egy implikáció lenne balra, valahogy így szánták ezt a jelet. Tehát amit itt látok, az egy olyan formula, hogy sum x csík y z, ből következik, hogy sum sxy sz, na ez van ide írva, csak ugye pont a másik oldalra, mint ahogy mai terminológiával szoktuk használni a nyilat, ezek a prolog nyilak visszafele mutatnak. Ha itt eredetileg a bal oldalon éselés lett volna, akkor azt itt vesszőkre választva lehetne felsorolni, tehát nyilván nem éselés jelet találtunk egy eszki termináron, amin ezt lehetett programozni, hanem vesszőke van elválasztva, ha itt a jobb oldalon vesszőke van elválasztva valami, akkor az éselésnek számít a bal oldalon, de az most ebben a példában nem lesz. És persze mindig pontot kell tenni, utána ez meg itt a harmadik, hogy ha az y-nak meg az z-nek az y összege z, akkor amíg részúrok egy nullát, továbbra is z marad az összeg, ez volt a másik formula. Prologban ezt így kell megadni, ugyanezeket a formulákat, erre van lehetőséged. Ugye itt nyilván mindig pontosan egy van, mert azt mondtuk, hogy a prolog program az program klózókban áll, azokban van egy és csak egy darab pozitív literál, ezt írod a bal oldalra, és a kettős pont mínusz után meg felsorolsz néhányat. Ha nincs senki a jobb oldalon, akkor nem kell kitenni a kettős pont mínusz, hanem csak a pöttyöt, ugyanúgy, ahogy itt sincs nyíl. Hasonlít. Oké, okay. Mit lehet csinálni egy ilyen programban? Például meg lehet kérdezni tőle, hogy ebből a szigmából, amit az előbb megadtuk, ebből a programból következik-e az vajon, hogy létezik olyan x, aminek a 1-nek, 4-nek, 2-nek az összege x itt, ugye? Nyilván ez a default zárójelezés, hogyha így nem tettem ki zárójeleket most a matematikai termfölépítésben, akkor annak kell, hogy legyen egy default zárójelezési iránya, és mondjuk akkor ez így van. Jó, szóval egy a feje, aztán jön a 4 fejű lista, aztán jön a 2 fejű lista, ami után az üres lista van, és ott a vége. Tehát ez simán 1, meg 4, meg 2, az elvileg 7-et kellene visszaadjon. Ha így kérdezem meg tőle, akkor a prolog nem csak azt mondja, hogy igen vagy nem, hanem a prolog motor erre azt csinálja, hogy megpróbálja levezetni azt, hogy ugye indirekten, tehát átdobja másik oldalra, hogy kijön egy ellentmondás, de abból, hogy kijön egy ellentmondás, és ez ugye egy egzisztenciális kvantor, ugye következik, hogy létezik egy ilyen x, és ő ekkor talál is neked egy x-et. Onnan fogja tudni, hogy
Következik a létezik x, gyakorlatilag, hogy le is vezet neked egyet azokból a formulákból egy x-et, amire behelyettesítve ez így jó, és mivel ugye ez a predikátum funkcionális volt, úgy van megalkotva, hogy ott tényleg a bal oldal megvan, akkor egyértelműen egy jobb oldalt ki lehet belőle számítani, másokra is lehet igaz, azzal nincsen gond, egy valakire garantáltan igaz lesz, aki kijön ezekből az axiomákból egyértelműen, aki következmény, így is mondhatnám, hogy akire logikai következmény, hogy annyi, érezzük is a megadottak alapján, hogy ez már pedig hetet kéne visszaadjon, hiszen az biztos, hogy például ugye az üres lista összege az volt, hogy x, az nulla, oké. Okay. Ezek alapján, hogyha a nullát beszúrom az üres lista elé, akkor mivel ide nullát tettem, ezért annak az összege az szintén nulla kellene, hogy legyen. Mondjuk így szúrom be az üres lista elé. Aztán, ha megnövelem egyel ezt a nullát, és lesz belőle egy, hadd írjam csak így, hogy egy, egyelemű lista, akkor az összeg is megnő egyel, tehát egy lesz, ami azt jelenti, hogy a kettő és egyelemű lista, annak az összege kettő lesz. Ha most én ezelé beszúrok egy nullát, és a nulla kettő listának akarom az összegét kiszámolni, mivel nullát szúrtam bele, ez továbbra is kettő lesz, az előbb is annyi volt. Csak az implikációkat használom, tehát semmit a számokról, vagy lista összegzésről, vagy egyáltalán. Aztán, ha ezt megnövelem egy, akkor az 1, 2, ez egy kételemű lista, egyessel kezdődik, utána jön a 2, és az 1-jel kell, hogy több legyen az összege, azaz 3 lesz. Aztán a 2, 2-nek az összege az ugye ezek szerint a 3 lágyat, tehát 4 lesz, ugye el tudok menni a 4, 2-ig mondjuk, még két lép, ez a 6 lesz az összeg, és látod, hogy ez tényleg így van, és utána van az, hogy ebből következik, hogy a 0, 4, 2-nek is 6 az összege, és ezt megnöveled még egyel, és ilyen a hát 7 lesz. Tehát logikailag levezethető, hogy az 1, 4, 2 lista a bal oldalon, és a 7 itt a jobb oldalon, az összeg predikátumba behelyettesítve, vagy mindenhol, ez így igaz lesz, és neked a motor ezt fogja tudni levezetni néhány lépésben, hát körülbelül ugyanezt végigjátszva, csak lehet, hogy visszafelé, hogy igen, és ki le fog neked jelenteni egy olyat, hogy igen, az x egyenlő 7, az lesz a megoldás. Prologban ezt a kérdést így intéznénk hozzá. Na most, ugyan nekem a számítógépemen nincsen prolog, bizonyos okokból, de találtam online prolog interpretert, megépeltem neki ezt a programot, és meg is kérdeztem tőle akkor, ahogy néztük, hogy az 1, 4, 2 listának az értéke a y, akkor vajon ki tudja-e számolni, és akkor most én elindítom az interpretert, megkérdezzük tőle, hogy így van-e, puff, és tényleg, visszajött azzal, hogy y egyenlő SSS, 7 darab S van benne, 0, tehát láthatjuk azt, hogyha így bevittem a prolog programot, pontosan ahogy mutattam, és ahogy itt látszott, hogy logikailag kijön belőle az, hogy a y egyenlő 7-re igaz ez az összefüggés, a motor nekünk ki is számította ezt az y-t. Tehát ilyen módon a prologban, hogyha így, hát ezt úgy mondják, hogy deklaratívan megadunk összefüggéseket, akár függvényre, ha az van a függvény, hogy függvényt számítunk ki, akkor nyilván ez azt jelenti, hogy itt a bal oldalon ahányféleképpen csak kinézhet, amit inputként kapunk, pontosan egy szabályt fölveszünk, és megadjuk, hogy akkor hogyan kell kiszámítani a jobb oldalt. Ez egy némi megszokást azért igényel, hogy az ember ilyeneket tudjon írni, de látható, hogy itt például a bal oldalon azt csináltam, hogy van egy eset, ami üres listáról szól, van egy eset, ami olyan listáról szól, ami nem üres, és nulla az első eleme, és van egy olyan eset, ami nem üres listáról szól, és nem nulla, hanem egy pozitív szám az első eleme, és ez ugye nyilván ez a három eset, akkor ezek szerint le is fedi a teljes eseményteret, ami lista egyáltalán bejöhet, és mindegyikre egy egyszerűbb listára van egy rekurzív hívás, hát ez most épp azt mondja a NG, hogy ez egy rekurzív hívás, de hát valójában ez close, és itt ugye az történik, hogy egyszerűbb lesz, és mivel egyszerűbb lesz a lista, még az is levezethető belőle, hogy ez bizony tényleg indukció szerint meg fog állni előbb-utóbb, ez egy kiszámítható függvény, nem esik végtelen ciklusba, és előbb-utóbb vissza is fogadni valami értéket. Tehát vannak azért ennek a nyelvnek is jó tulajdonságai. Jó, szóval így néz ki a prolog, és ahogy ő dolgozik, az ugye hivatalosan az, hogy ilyen szabályokat illeszt, hogy ha ezt így megkapja, hogy a S0, SSS0, SS0 üres lista értékét kérem az x-be. Egyébként a prolog úgy van, hogy ugye nekünk a konvenciónk az volt, hogy a változók az ABC vége felé vannak, a predikátumok meg ez a P felé vannak. A prolog onnan tudja, hogy valami változó nagybetűvel kezdődik a neve.
ez az x-hez változó. Ez a kisessel kezdődő, ez egy predikátum kell, hogy legyen, ez a kisessel kezdődő, ez egy függvény kell, hogy legyen függvényjel, mert belül van a predikátum jelen belül, tehát a prolog ugye kielemzi, hogy most akkor, ha ez egy predikátum, ebből indul ki, akkor vajon a többi része az nyilván függvény kell, hogy legyen, kivel nagybetűsök, mert az meg változó. Oké. Szóval a prolog azt csinálja, hogy meglátja ezt, és elkezdi ugye illeszteni a szabályokat, ha nem emlékszünk a szabályokra, nem baj, itt van, és ezt kaptuk, ez a szabály, mondjuk, hogy nem illik rá, mert ez a listánk üres lista kéne, hogy legyen, nem úgy hívtuk. Következő szabály illeszkedik rá, mégpedig azzal a helyettesítéssel, és itt most tulajdonképpen, ha jól figyelsz, egy egyesítési algoritmust hajt végre, az S az stimmel, itt meg az X ért, X, ez az X, ez nulla, és az Y meg ez a része ennek a listának. Oké, és az X értékének, ennek, amit itt hívtunk, ennek meg oda kell adni az SZ-t. Egyelőre az SZ-ről csak annyit tud, hogy változó, de megjegyzi az X helyére SZ helyettesítést, és aztán állapotot vált ide. De itt már ugye az X helyében a nullát fogja behelyettesíteni, mert az egyesítési algoritmus azt mondta, hogy az itteni X az nulla kell, hogy legyen. Simán egyesíteni próbálja az aktuális munkaklózunknak az első literáját egyébként, de most csak egy literálunk van, meg a szabálynak, a logikai program utasításának, szabályának a fejét. Ez tényleg egy sima egyesítési algoritmus, de ha belegondolsz, hogy mi történik, akkor ez egy pozitív literál, mert egy nyílnak a feje, ez meg a negatív literál, mert a kérdés klózunk. Ezért itt tulajdonképpen, akit egyesíteni próbálunk, az gyakorlatilag az, amivel rezolválni szeretnénk, hogyha egy rezolúciót akarnánk végrehajtani elsőrendűt. És miután megvan, hogy ha az X helyében nullát helyettesítek, az Y helyében ezt a listát, az itteni X helyében ezt az SZ-t, akkor nyilván ezt végre is hajtja itt, és ezzel fog tovább gurulni, mert hogy kiütötte ezt a literált, ezzel a literált, és most ezt ebből próbál egy üres klózt tovább levezetni, hát behelyettesíti az itteni X helyébe ezt, amit itt kiszámolt, és lesz belőle egy nulla, meg az itteni Y helyébe ugyanezt az Y-t, amit itt kiszámolt, a Z az viszont marad, mert ugye itt ezen a ponton nem a Z-t helyettesítettük le, hanem MSX-et. És akkor láthatjuk, hogy tényleg ez történik, a nulla lesz itt, és a maradék része az meg változatlan marad, ez az Y, és most még mindig az az X-ünk van, mert itt hát ez éppen Z, mondjuk átnevezte a változókat, de végül is mindegy, hogy hívjuk azokat a változókat, és egyelőre ott tartunk, hogy ezt az eredeti X-et most átnevezte már S itteni Z-re. Ami ez az X lesz, mert azt is átnevezte. És aztán következő alkalommal megint ezt próbálja illeszteni, mert ugye itt tart, ez volt az, ami a jobb oldalon maradt, és megint az van, mint hogyha csinálna egy rezolváros lépést, megnézzük, ha ez itt a negatív literálunk, mert gyakorlatilag az történt, hogy az van nálunk egy negatív literál, ezek meg a pozitív literálok, akik szóba jöhetnek, ezzel nem tud ütni, mert ez a kettő nem egyesíthető, ez egy üres lista, ez meg nem egy nem üres lista, ez a függvényel van kívül, itt már nem, ez egy konstans. Következő az azért nem illik, mert a függvényel az van fölül, oké, az is itt van, de ennek az első argumentum egy konstans, a másik egy másik függvénye. Itt is azzal jön vissza az egyesítési algoritmus, hogy ez nem jó. Viszont a harmadik az illeszkedik, bal oldalon konstans, és az itteni Y helyébe behelyettesíti ezt. Az itteni Z helyébe meg ugyanezt az X-et, semmi nem változik, és ezt így azt mondja, hogy jó, kiüti ezt a close, ezen végrehajtja ezt a helyettesítést, most az itteni X az, aki itt van, és már csak ezt az Y-t kell helyettesíteni ezzel, amit volt, kipottyant a listából a nulla, az aktuális állapotunkban már csak két elem van, és az eredeti X-ről meg van jegyezve, hogy az X helyébe egy S, ez az X van helyettesítve. Csak közben átneveztük a változókat. És aztán, ha még négyszer alkalmazzuk ezt a második szabályt, minden alkalmazása az eredeti X-ünkbe rátesz még egyes, meg még egyes, meg még egyes, még egyes, aztán elpottyan, ez megint ugyanígy, mint ahogy ledaraboltuk a nullát, aztán még kétszer alkalmazza ezt a szabályt, még egyszer alkalmazza ezt a szabályt, és végül ezt, akkor az legalul egy nullával fog visszajönni, és annak a változónak akkor meg lesz az értéke, így az eredetinek SSSSSSSSS minden egyes ilyen lépésnél, ugye egy S-t rátettünk az eredetire, ugye akit bejött a
második argumentumon változóként, és azért adta vissza ezt a 7 darab est, mert itt, amikor szépen egyesével lecsökkentette nulláig, aztán elvágta egyel, szépen lecsökkentette az új fejet nulláig, aztán azt is elvágta, és így tovább, amikor elfogyott a lista, akkor visszaadta, hogy na, ennek nulla az összege, és utána visszaépítette ezeket az esseket, amit minden egyes csökkentéskor rápakolt az outputra. Tulajdonképpen ez történik akkor, amikor a prologban ez a kézzel írt összeadónk fut, és hát valójában emlékszünk, ez egy úgynevezett SLD rezolúció volt, ez a Selective Linear Definite rezolúció volt, ebből a definite volt az, emlékszünk biztos, de ha nem, akkor majd nézd meg a Horn algoritmusos Horn formulás részét a rezolúció környéki videónak. Az ugye arról szólt, hogy ha van egy, log horn alakú inputunk, akkor ugye itt vannak a program klózok, meg van egy darab negatív klózunk, és abból indulunk el, és nem teszünk el a spice-ba rezolúció köztes eredményeket, hanem lineáris rezolúciót csinálunk. Ez azt jelenti, hogy minden lépésben, ugye abban az esetben az volt, hogy ha rezolválni akarunk, akkor valakivel a program klózok közül kell rezolválnunk, és innen, mivel kiesik az egy darab pozitív literál, innen meg egy negatív, ezért ez megint egy negatív close lesz, egy kérdés close. És aztán megint egy program close-zal kell rezolválnunk, és megint lesz belőle csupa negatív kérdés close. Úgyhogy az SLD rezolúció az ugye lineáris, és horn alakú formulán végrehajtott rezolúció volt. Ez csak így mehet, hogy az aktuális munka close-unkat folyamat rezolváljuk valami program close-zal egészen addig, amíg el nem fogy az input. Ide az van írva, hogy tulajdonképpen mit csináltunk, amit az előbbre is játszottam, meg amit ide is írtam. Tehát ez történik, hogy az ember szépen ledarabolja a rezolválgatásokkal ezeket a nullákat. És ez az egy apróság van, hogyha nem csak azt szeretném, hogy igen, következik, mert hát ez egy elég kevésbé hasznos történet lenne, ha számítani is akarunk vele, kiszámítani függvényt, hanem vissza akarunk adni egy x-et, akire ez megy, akkor összesen annyi dolgunk, hogy megjegyezzük, folyamatosan nyilván kell tartanunk, hogy most épp milyen helyettesítést hajtottunk végre az eredeti kérdés változón. Ez folyamatosan az eszünkben lesz, és aztán egyszer csak, amikor kijött az üres close, akkor visszaadjuk a helyettesítést, amit eddig összegyűjtöttünk, mint ahogy most ugye 7 darab est rápakoltunk az eredetire, és aztán kiderült, hogy az alján pedig nulla van, és visszaadtuk ezt a 7 darab essel megáldott nullát, azaz a hetet, mint összeget. És ezt tovább rezolváltuk, eljutottunk az üres hamzik, és ugye így nézett ki nagyjából a helyettesítés, hogy az X helyébe SZ-t kell írni, aztán a Z helyébe valami SZ vesszőt, mert volt átnevezés, a Z vesszőjébe még egy SZ-t, és így tovább, és a végén A helyébe meg nullát, és ha ezt így végig csinálja az ember mind a hétszer, akkor az X helyébe, így szummába végül is ez került bele. Na, ez az, amit a prolog csinál mindig. Adott program close-oknak, amiket definite close-oknak is hívunk, ugye egy pozitív literál van benne, pontosan a többi, mint negatív, ha van benne egyáltalán, ha nincs, akkor atomi állításnak hívjuk. Ők a nem negatív horn close-ok, így is hívjuk őket, meg egy kérdés close, ami egy negatív horn close, és ezt csináljuk. Lineáris rezolúciót végzünk, ebből a close-ból elindulva, ahogy tanultuk, hogy az is jó lesz. Amit összesen meg kell mindig jegyezzünk, az az, hogy most éppen mi a negatív close-unk, ahol vagyunk, és hogy eddig milyen helyettesítést csináltunk. Ezt konfigurációnak hívják, a programnak egy ilyen állapotát, amiből elindulunk az ez, hogy a kérdés close volt az inputunk, ugye ebből indultjuk a rezolúciót, és nincs semmi helyettesítés, amit elvégeztünk. Hogyha fut a programunk, azaz rezolválunk, mint a gép, akkor ha kijön az üres close, akkor vége van a számolásnak, és itt akkor összegyűlt valamiféle helyettesítés, ez lesz az eredménye, de onnan tudjuk, hogy vége van a számításnak, és kiszámolt a program valamit, hogy levezette az üres close-t, ahogy az előbb ugye visszaadta végül is a lista összeget, és egy ilyen átmenet az azt jelenti, hogy most a C munka close-unk van, és eddig a helyettesítés S volt, amit összegyűjtöttünk, utána rezolválunk egy D program close-zal, ugye ez történt, amikor kerestük azt, hogy most melyik összegző szabállyal tudnánk tovább haladni. Rezolválunk vele a C-vel, és az a rezolvens C vesző lesz, ez egy elsőrendű rezolvens képzés, ami az előbb történt, van benne egyesítősi algoritmus is, és akkor az egyesítési algoritmusnak a visszaadott helyettesítést, ugye ez az, ami egyesíti a rezolválásnál azt a két literált, azzal még rászorzunk, hogy és még ezt is meg kell csinálni az eredetire, és végül ugye ez lesz az aktuális helyettesítésünk.
Na most egy apróság van, hogy a rezolválásnál, hogyha a C-ben is át nevezel változókat, akkor nyilván azt a változó átnevezést is ide fő kell rakni, de nem muszáj, mert ugye meg lehet ezt mindig úgy is oldani, hogy mindig csak a program clause-ban, amivel éppen rezolválunk, abban nevezünk át változókat, és akkor nem kell ezt csinálni, hanem csak loggolni azt, hogy mi is volt a rezolvens képzésekor az egyesítési algoritmus eredményes, az, amíg rászorozni az aktuális helyettesítésünkre. És ez a jel meg ugye továbbra is azt jelenti, hogy ha a kérdésből a kiindulási konfigurációból valahány lépésben el tudunk jutni eddig, akkor az eredmény, hogy végrehajtjuk a kérdés close-nak a belsején, ugye ott ez elvileg egzisztenciálisan volt lekötve, és meg van kérdezve, a prologban ennek ugye az a szintaxis, hogy kérdőjel minusz r, ezt kellett beírnom, és akkor visszaadja az r-est, az előbb is ez történt, megkérdeztem az x-et, és erre visszaadta, hogy az összege az akárminek, az x helyére beírta nekem az s, 7 darab s nullát. Na most, és az SLD rezolúció az ugye, ha emlékszünk, az egy lineáris rezolúció volt, de arról is tudjuk, hogy teljes, hon formulákra az SLD rezolúcióra tudtuk, hogy teljes, tehát hogyha tényleg következménye az input sigma programnak ez a kérdésre egy válasz, ha van bármi, amit ki tudunk rá számítani, ha van valami logikai következménye, akkor ezt vissza is adja, és ki is tudja számolni elviekben a prolog motor. Tehát ez ugye mit jelent, hogy ha kiszámolja a prolog, és kiszámítja, akkor tényleg következmény, és ugye látszik, hát nyilván, mert ugye azért jött ki az üres close, mert azzal a univerzálisra, hogyha behető, akkor kijött az ellentmondás, és az is igaz, hogy ha következik belőle, akkor a teljesség miatt van is egy ilyen kiszámítás. Ami jó, de egy apróság még van, hogy ezt a kiszámítást maga a prolog motora specifikációja miatt nem biztos, hogy megtalálja. Csak olyankor, hogyha ugye egyértelmű mindig, hogy éppen melyik clause az, akivel rezolválnod kell, ha csak egyetlen egy van, akivel tudsz illeszteni, ezek általában jobbak is, mert nem fog szétágazni a számítás annyira. De a prolog az úgy van definiálva, hogy ő ezt konkrétan amilyen sorrendben felsorolta a close-okat, olyan sorrendben próbál velük rezolválni, és ráadásul a literálokat is egy veremben tartja, tehát amivel utoljára rezolváltál, és behozott még néhány literált, azt még pluszban hozzáadja a close-okat, és ezekkel kezdi el folytatni, na most akkor ezt ütöm ki, na most akkor ezt fogom kiütni. Ezért is hívják egyébként szelektívnek ezt a fajta következtetést. És ezzel az a baj, hogy ez a tétel csak azt mondja, hogy létezik egy valamilyen levezetés az üres close-nak, de sajnos prologban ezt nem lehet forszolni, hogy már pedig ezt meg is találja, tehát ha mondjuk mindig az elsőt próbálja, és egyre bonyolultabb close-t fog termelni, akkor egy idő után el fog szállni Stack Overflow-val, de nem fog rájönni arra a másik levezetésre, ami lehet, hogy rövidebb, de ahhoz pont a másodikat kéne használni. Tehát ahhoz a prolog programozónak bizonyos hindeket kell írni a prologba, azt prolog kurzuson megtanuljátok, hogy hogy kell, felkiáltok, kiabálni kell a prolog engine-nel, hogy ha már idáig eljutott, akkor már másik irányba ne kezdjen el rezolválni, ilyet például lehetett vágni ezt a keresési teret, azt lehet, hogy a prolog motor is hatékony legyen. De nagyjából az a tanulság, hogy a prolog nevű programozási nyelv, az tényleg erre jó, hogy logikai formulákkal leírod, hogy mi az, amit tudsz a kedvenc struktúrádban, most a kedvenc struktúránkban éppen listák vannak, meg számok, és összegezni akarjuk a listákat, akkor például az összegző függvényre ezeket az összefüggéseket tudjuk, aztán utána az elmélet szerint csak megkérdezel tőle dolgokat, hogy mondjon összefüggéseket predikátumok között, ugye jellemző függvényeket predikátumba elkódolsz, és akkor az inputod oda teszel, és azt mondod, hogy számolt ki ezt a függvényt, és a prolog valamilyen módon ki fogja neked számolni, és valójában amit csinál, az egy SLD rezolúciós elsőrendű logikai egyesítési algoritmus, stb. Is levezetés. Hát a prologról ennyit szeretnék mondani. Sziasztok!